Tisztelt Hölgyeim és Uraim, jó estét kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai lakossági fórumon. Kérem, engedjék meg, hogy külön köszöntsem Kósa Lajos urat, a Fidesz frakcióvezetőjét. Kovács Sándor elnök urat, a megyei közgyűlés elnökét. Tisztelettel köszöntöm a polgármester kollégákat, polgármesterhölgyeket, polgármesterurakat, járási hivatal vezetőket, a megjelent intézményvezetőket és minden kedves megjelent vendéget. Ugye mindannyian tudjuk, hogy jövő hét vasárnap egy nagyon fontos fordulóponthoz érkezünk el a népszavazási kampány keretében, hiszen október 2-án népszavazásra kerül sor, és a népszavazási kampány keretében több fórumon is találkozhattak a választópolgárok a kormány és az önkormányzatok helyi politikusaival, akiknek nagyon fontos, hogy tájékoztassa a lakosságot, és hogy elmondhassuk önöknek, választópolgároknak, hogy milyen fontos a népszavazási kampányon, a népszavazásban való részvétel, a népszavazáson történő részvétel, hogy minél többen menjenek el szavazni, és mondjanak véleményt erről a kérdésről. A közterületi standolásokon, vagy akár az utcákban is találkozhattak már velünk, és így az országjárás keretében külön öröm számomra is megtisztelő, hogy elfogadta a meghívásomat Kósa Lajos frakcióvezető úr, aki az országos politikában nagy rálátással bír a témára, és ő maga is segít nekünk abban, hogy itt a helyieket, tiszafirédieket és a legnagyobb öröm számomra sok szomszédos településről, a megye más településeiről is eljöttek érdeklődők, tehát hogy így megyei szinten is egy olyan tájékoztatást adhassunk az embereknek, ami reményeim szerint erősíteni fogja a népszavazáson történő részvételt. És ebben van segítségünkre a másik előadónk a mai napon, Kovács Sándor elnök úr. Ugye mindannyian tudjuk, hogy Európa válságos időket él át, Afrikából is és Ázsiából is a jobb megélhetés reményében több millió ember kelt útra Európa felé, és az utóbbi egy évben láthattuk, hogy Magyarországon keresztül is a százezrek vonulnak át, akkor az milyen következményekkel jár. Ugye láthattuk a határátkelő helyeknél történt rondalírozásokat, vagy akár Budapesten a keleti pályaudvarnál, vagy akár az autópályák mellett is. És Magyarország az első hónapokban látva az Európa Unió is Brüsszel tehetetlenségét elsőként vezette be a határvédelmet, ezáltal megvédte a saját állampolgárait és Európa polgárait is, és eleget tett annak a kötelezettségének, hogy az unió külső határait megvédi. Így nagyon fontos azt is kinyilvánítani, kifejezni, hogy október 2-án Európában a magyarok elsőként nyilváníthatnak véleményt Európa migrációs politikájáról, és megmondhatják, hogy szeretnének együtt élni a brüsszeli központból ide irányított ismeretlen célokkal érkező nagyszámú migránssal, szeretnénk-e mi magyarok az ő integrálási költségeit fedezni, finanszírozni, és kívánunk-e olyan társadalmi változásokat, mint amelyek sajnálatosan Belgiumban, Franciaországban vagy akár Németországban tapasztalhatóak az elmúlt időszakban. Nos, hogy Tiszafürednek mi ebben a szerepe és miért fontos ez Tiszafürednek is, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök úr fogalmazott, ez minden magyar településnek érdeke, hiszen ez nem pártügy, ez nem politikai harc, hanem ez egy nemzeti ügy, és itt Tiszafüreden sem gondolkodunk mi ebben másként. Ezért Tiszafüred város önkormányzatának képviselőtestülete idén januárban az első önkormányzatok között határozatában fejezte ki tiltakozását a kötelező betelepítési kvóta ellen. Tiszafüred város önkormányzata szintén elsők között a megyében köszönte meg a tiszafüredi rendőrkapitányság azon hivatásos állományú dolgozóinak a munkáját, akik a magyarországi határszakaszokon történő migráns bevándorlás miatt teljesítettek szolgálatot, és nem csak Tiszafüred, hanem Jászló-Kunszolnok megye is ezáltal a többi településhez és megyéhez hasonlóan kivette a részét abból a határvédelemből, aminek a hatékonyságát tapasztalhattuk, és ezáltal nem csak Magyarország polgárainak biztonságát garantálták a rendőrök és a honvédek, hanem ezáltal az európai polgárokat is, polgárokét is, ezért innen erről a helyről is szeretnénk nekik köszönetet mondani az áldozatos munkáját. Nos, ahogyan Magyarország úgy Tiszafüred városa is legendás a vendég szeretetéről, de Brüsszel elhibázott illegális migrációt kezelő politikája azonban sajátságot vendéglátást várna tőlünk magyaroktól.
A kötelező betelepítés abban a lehetetlen helyzetben kényszerítene bennünket, hogy együtt töljünk olyan bevándorlókkal, akik sem a kultúránkban, sem az anyanyelvünkben nem akarnak velünk osztozkodni, és a magyarok társadalmi, vallási és kulturális környezetébe várhatóan nem is kívánnak beilleszkedni. És így mi így a tiszafüredélyek sem kérünk a modernkori invázióból és a terror fenyegetettségből. Ezért arra kérünk minden polgárt, hogy október első vasárnapján minél többen menjenek el szavazni, és mondjanak egyértelmű nemet erre a kötelező betelepítési kvótára. Az október 2-ai népszavazás tétje ugyanis Magyarország és a gyermekeink jövője, tehát ne kockáztassunk, hanem szavazzunk nem el október 2-án. És most felkérném mai első előadónkat, Kovács Sándor elnök urat, hogy ossza meg velünk gondolatait. Köszönöm. Tisztelt frakcióvezető úr, polgármester, asszonyok, polgármester urak, hölgyeim és uraim, kedves tiszafüredék és környékbeliek. Polgármester úr azt mondta, hogy előadást fogok tartani, én igyekszem rövidre venni a mondókámat, két okból is, egy, nem akarom húzni az időt, hiszen nem biztos, hogy az én mondani valómra kíváncsiak a legtöbben. A másik dolog pedig, én is érdeklődéssel várom Kósa Lajos frakcióvezető úrnak az előadását, hiszen nekem már volt részem többször is különböző témákban hallani őt, és az a helyzet, hogy én tudom azt, hogy élményszámba megy az ő előadása, az ő előadás módja, és én nem akarom elvenni egyikünk től se azt az időt, amit őt hallgathatjuk. Néhány szóban azért mindenképpen beszélnék erről a fontos népszavazásról. Én úgy terveztem az életemet, hogy nem történnek az én életemben hatalmas történelmi fordulatok, hanem szépen nyugodtan az ember felnő, családot alapít, eltelik az idő, és szépen lepörög a nyugodt, kellemes élet. Nem számítottam arra, hogy történelmi, sorsfordító dolgokról kell majd életembe dönteni. Nem számítottam arról, hogy a magyar nemzet következő 100, akár 1000 évének meghatározó történelmi kihívásairól kell majd nekem is személy szerint dönteni. De sajnos az élet olyan, hogy nem a mi elképzelésünk és a mi vágyaink szerint alakítja ki a sorsfordítóit, és a magyar nemzet is és Európa is olyan helyzet elé került, hogy döntenünk kell arra, hogy milyen lesz unokáink, dédunokáink és még a mi öregkorunk élete is. Hiszen kitűnő szakemberek kitalálták azt, mert ez nem véletlen műve, hogy megindult egyszerre több százezer, több millió migráns, népvándorló, új honfoglaló a Közel-Keletről és Afrikából. Ez nem véletlen műve, és az sem véletlen műve, hogy az Európai Unió, az európai országok ennek nem tudnak ellenállni. Ezt nagyon okos, zseniális emberek kitalálták, azok a típusú emberek, akik ki szoktak találni ilyen nagyon okos dolgokat, mint fasizmus, kommunizmus. Tehát elméletben leülnek, és akkor a végén, amikor nem sikerül, akkor nem azt mondják, hogy az ötlettel, az eszmével volt baj, az eszme az kitűnő volt, csak a kivitelezés azt az emberek elszólt. Tehát mint a kommunizmus. Szoktuk hallani régi harcoló munkásőröktől mégis, hogy a Lenin az jót akart, jót csinálta, hát csak rosszul kivitelezték. Ezt is ugyanilyen emberek, ilyen típusú emberek találták ki. És meg is lehet csinálni, de nem mindenkivel. Nem is véletlen az, hogy közép-európaiak állnak ellent ennek az új népvándorlásnak, ennek az új idiotizmusnak. És a nyugat-európaiak nem. Bizonyára ismerjük azt a gondolatot, azt a mondást, hogy valaki jó dolgába megbolondul. A jólét elveszi az eszét. A nyugat-európaiak így jártak. A nagy jólétben elfelejtették azt, hogy küzdeni kell az életért, küzdeni kell a munkahelyekért, küzdeni kell a saját nemzetükért. Ezt elfelejtették, mert olyan kitűnően ment a dolguk, hogy nem is volt erre szükség. És egy példát hoznék fel, amiben különböző, akár a magyarok, mi, különbözőek a németek. Ha valaki visszagondol, szilveszterkor, kölni domnál, köl főterén, azokra az eseményekre, ahol több mint 1000 német nővel erőszakoskodtak, inzultálták őket, és nagyon furcsa volt ez a dolog, mindenről lehetett hallani, hogy vették őket körbe, hogy inzultálták, hogy erőszakoskodtak ezek a hordában verő csapatok. Egy dologról nem lehetett hallani, amit nekem nagyon megütötte a fülemet. Mert én még akár régi vágású ember vagyok,
Mi még ahhoz voltunk szokva, és hát erősítsék meg itt a hölgyek és az urak, amikor felmentünk szórakozni együtt fiúk és lányok, ha belekötöttek a mi társaságunkban lévő lányokba, elkezdték inzultálni őket, minimum verekedés lett belőle. Hallott-e valaki arról, hogy a német férfiak kiálltak volna a fizikailag bántalmazott, inzultált német nők mellett? Nem hallottuk ilyet, nem volt ilyen a híradásokban, hogy összeverekedtek volna. Hogy verekedés lett volna, sérülés lett volna, hogy a német fiatalok megvédték volna a német lányokat. Nem hallottunk ilyet. Ami fontos az, hogy jólétükben meg tudnak bolondulni emberek, meg tudnak bolondulni nemzetek, még olykor régi és nagy nemzetek is. Nekünk hallgatni kell a józan eszünkre. Befogadjuk azt, akinek igazából szüksége van rá. Befogadjuk és segítünk annak, aki szükséget szenved. Hiszen láttuk azt, hogy akár az árvíz károsultaknak is hogy segítettünk, akár különböző természeti katasztrófán, akár gyűjtések árán is, de ezek nem háborús menekültek. A háborús menekült az a szomszédországba, a legközelebbi biztonságos helyre menekül, és ott várja ki, hogy mikor tud visszatérni az országába. Ezek névvándorlók, új honfoglalók. Én azt mondom, hogy ha valaki át akarja adni önként és dalolva a saját országát, le akar mondani önként és dalolva a saját kultúrájáról, azt tegye. De a magyarok nem ilyenek, és ezt nem is kényszeríthetik ránk. Hiszen, ahogy mondtam, nem légből kapott, és nem véletlen, hogy így alakult ez. Kitalálták ezt a kvóta osztást is, nagyon okos emberek. Úgy gondolták, hogy bejön néhány millió ember ide Európába, és utána majd osztozkodunk. Mindenki ismeri azt a viccet, vagy az idősebbek, amikor a Szovjetunió és Magyarország határán közösen lelőtt a szovjet vadász és a magyar vadász egy fácánt, és mondták, hogy hogy osztozkodjanak, és azt mondta a szovjet vadász, hogy hát, kedves elvtársát, osszuk szét testvériesen. Erre a magyar azt mondta, hogy nem, akkor inkább fele-fele. Tehát ez is egy ilyen testvéri osztozkodás lenne, amit gondoljuk bele, hogy Szíriából vagy Irakból jön a kecskepásztor helyettes, akire még önállóan a nyáj legeltetését nem bízzák, csak kutya felügyeletével, és mondjuk jön egy buszsofőr. És azt mondják a németek, hogy hát tényleg hát a Tiszafüreg Eger vonalon dolgozzon a buszsofőr, hiszen ez egy jó buszsofőr, és a kecskepásztor helyettest majd el fogjuk mi tartani. Vagy azt fogják mondani, hogy van egy tényleg egy atomtudós, az atomtudós az menjen Varsóba, és a kecskepásztor vagy a kukás autó vezető pedig jöjjön ide Berlinbe. Nem, ők kitalálták azt, hogy majd testvériesen el fogják ezt osztani, és ide osszák azt, akire nem lesz szükségük. Tehát az a helyzet, hogy az az idő már elmúlt, amikor ájultan vártuk, hogy mit mondanak nyugaton, és mindent elhittünk nekik, hogy minden jó és szép. Ez a nemzet, ez az ország már felébredt Csipke Rózsika álmából, kinyitotta a szemét, és kihúzta magát. És nem csak mi vagyunk így, így vannak a lengyelek, a szlovákok, a csehek is. És így vannak Németország keleti felén is, az ott élő emberek is. És egyre több ország, egyre több nemzet fogja követni a példánkat. Mert mit fognak mondani, amikor a magyar népszavazás sikeres lesz? Azt fogják mondani, hogy hoppá, magyaroknak lehet erről szavazni. A magyar nép dönthet erről. Mi meg nem. Mi németek, olaszok, franciák, spanyolok nem dönthetünk erről. Hogy van ez? És attól félnek, hogy a magyar népszavazás dominó hatást fog váltani. Azok az országok is azt fogják mondani, akiknek eddig nem lehet, eddig, akiknek azt mondták, hogy hát a demokrácia a legnagyobb ünnepe a népszavazás, kivéve akkor, hogyha nem a liberálisoknak, vagy a mostani elitnek tetsző döntéseket hoz. Tehát most tiltják. Én azt gondolom, hogy jobban örültem volna annak, hogyha nem megint Magyarország áll élére az európai változásoknak. Nem Magyarországnak kell megvédeni újból Európát. Mert én imádtam a történeteket a hunyadiakról. Imádtam a végvári vitézekről. De nem volt nekik könnyű élet, nem volt nekik hálás élet. Nem kellene nekünk újból hunyadiaknak, végvári vitézeknek lenni, hanem ahogy én terveztem a ifjú koromat, szép nyugodtan Magyarországon, magyar nyelven, a magyar kultúrában leélni az életet, és úgy
távozni majd, hogy az utódaink és ugyanilyen kultúrába, ugyanilyen szép országba, ugyanilyen hitbe ők is tudják tovább tervezni az életüket. Tehát ezért fontos mindenképpen az október 2-ai népszavazás. És fontos, példát kell mutatnunk, hogy mennyien megyünk el, mert nem kérdés, hogy mi lesz az eredmény. De azokat a honfitársainkat, akik apátiában vannak, akik azt gondolják, hogy nem ér minket semmi, nem fontos nekünk semmi, azokat is el kell vinni, hiszen ez mindegyikünk bőrére megy, és ez nem egy olcsó játék, és utólag már, amikor már húzzák a mecsetet, meg a szomszédba meg fogják mondani, hogy hogy kell élni, akkor már késő lesz. És még egy rövid példát, én 10 év után gyerekek felnőttek, először elmentünk Törökországba nyaralni. Amikor a fürdőmedence vagy az úszómedence mellett kendőbe beöltözött, bokától csuklóig beöltözött nők fürdenek. És amikor majd ez lesz, és megment a vita már ez a burkiniről való fürdés. Amikor majd úgy érzi az ember, hogy ránk erőltetik az ő szokásaikat, a kultúráikat, amik mi nem szeretnénk, akkor már késő lesz. Október 2-a itt van előttünk. Október 2-án nem csak nekünk kell elmenni, nem csak azoknak kell elmenni, akik itt vannak, hanem szólni kell a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, mert nem mindegy, hogy mennyien megyünk el, és meg tudjuk mutatni azt, hogy a magyar nemzet erős, a magyar nemzet újból feltámadt, és hát sajnos nekünk kell példát mutatni Európának, de hát hogyha ez a magyarság keresztje, akkor ezt vállalni kell. Így is már sokat beszéltem, és most már érdeklődéssel várom Kósa Lajos frakcióvezető úrnak az előadását, hiszen ő sokkal többet és sokkal nagyobb mélységben tudja ezt elmondani, hogy mi vár ránk, akár külpolitikai összefüggéseivel, akár belpolitikai összefüggéseivel. Én köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy szólhattam önöknek. Én egész családomban ott leszek a népszavazáson, szavazni fogunk egyértelműen, hogy nemmel, egyértelműen, hogy nemet mondunk a kényszerű betelepítési kvótára, és kérem önöket, hogy nincs kétségem, akik itt vannak, ugyanígy járnak el, hogy mozgósítsák azokat az ismerősöket, akik még egy kicsit akár lustaságból, akár apátiából, akár nem törődömségből is hajlandósak lennének otthon maradni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Polgármester úr, elnök úr, kedves polgármester hölgyek és urak, kedves tiszafüredélyek, nagyon szépen köszönöm, hogy elhívtak magukhoz, hogy néhány percet eltöltsünk számos nagyon fontos kérdésnek a megbeszélésével. Egyébként köszönöm szépen elnök úrnak a bevezető szavait. Én arra tippeltem, hogy azért beszélt pont félig, mert megittam egy pohár vizet ebből a sárgából, ami tiszafüredi aqua, valír, vagy mi a dördök, és hogyha azt gondoltam, hogy ha fél hétig még mindig nem fordultam a székre, akkor sem tudom mondani, hogy ez egy 8 egész biztos. Egyébként a víz nem rossz, mondta a polgármester, hogy ez tiszafüredi cucc. Hát tényleg nem rossz, abszolút viható. Nagymamám bodza szőke sem rossz. Sőt, igaz, hogy abban izén nem volt. Mi is ez? Koenzim nem volt benne, de az mindegy. Majd egyszer eljutunk oda is, hogy feltaláljuk újra a meleg vizet, mert egyébként a palackozott bodza szörpöt, az már például Ausztriában az egyik legnagyobb, sokkal népszerűbb italok, mint a Coca-Cola, többet adnak el belőle. Tehát kedves fürediek, igazából van egy teljesen tuti prezentáció, sok színes képpel. Alapvetően szerintem ezeket az információkat, ami a szlájdokon van, már mind látták. Továbbá szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan itt, akit néhány egyszerű mondattal mégis meg kell győzni arról, hogy menjen el és szavazon nemmel. Mert nem akart elmenni, vagy el akart minden igennel szavazott. Nyugodtan meg lehet mondani, mert igazából ez egy nemzetügy, tehát nyugodtan vitatkozhatunk, hogyha nem értünk egyet. Én azt szeretném mondani, hogyha van ilyen, esetleg önöknek, hogyha van, találkoznak ilyen emberrel, hogy néhány nagyon egyszerű példán keresztül pontosan meg lehet érteni, miről van szó.
akár baloldali, akár jobboldali, akár megőrzött MSZP szavazó, jobbikos, fideszes, LMP szavazó valaki, de van egy háza, akkor teljesen természetes, hogy abba, hogy kit enged be, az ő mondja meg. És kérdezzék meg esetleg a tamáskodótól, hogy a saját házadból nem te mondod meg, hogy ki lakjon veled együtt? Tiszafüredikért, szavaz bárkire. Eltűrnéd, hogy egyszer csak valaki kitalálja, hogy a tiszafürediheknek ezentúl a porosztói önkormányzat mondja meg, hogy kit költöztet be a lakásukba. Azt így jártak. Nem lehet hova menni, fanfér. Hozzájárulna ehhez valaki? Hát nem az én házamban, az én hazámban én mondom meg. Az ajtóm nyitva áll, akinek kinyitom. Majd én, ha kopogtatnak, eldöntöm, hogy beengedem vagy sem. Adok neki segítséget, és hogy az a segítség milyen? Pénzt adok neki? Kenyeret adok neki? Vagy azt mondom neki, hogy testvér, látó bajban vagy, tudok egy remek munkahelyet. Jó erőben vagy, menj el oda, újra tudod építeni az életedet. Még segítséget is adok hozzá. De én hadd döntsem el, segítek mindenki. De azt én döntöm el, hogy hol. És hogy kivel lakok együtt, az én házamban azt én mondom meg. Ha csak nem dőlt össze a világ. De még a földrengés sújtotta, árvi sújtotta embereknek is szeretem azt mondani, hogy gyere be. Mielőtt még bemászának a kerítésen, hogy rátörnék az ajtót. Ha ez igaz, a saját házunkkal kapcsolatban, akkor a saját hazánkkal kapcsolatban nem igaz. Hát hogy ki gondolhatja azt józan ésszel, hogy az helyes dolog, hogy általunk soha nem látott, senki által meg nem választott bürokraták Brüsszelben találják ki, hogy nekünk magyaroknak Magyarországon kikkel kell kötelezően együtt élnünk, akik egyébként nem magyar állampolgárok. Az egész helyzet ebből a szempontból abszurd, de hát én azt hiszem, hogy annyi abszurditás van a migrációs válsággal kapcsolatban, tényleg tömegével érnek minket olyan hírek, ami megmagyarázhatatlan. Hát, hogy a elnök úr teljesen jól mondta, rendes faluban tömegével molesztálják a nőket a szomszéd faluból, ott minimum a kerítést elbontják és kapára kaszára. Mert van valami helyes, nem agyon verni, hanem megvédeni a saját asszonyainkat, a saját testvéreinket. Az, hogy a Németországban ezres nagyságrendben erőszakoltak, molesztáltak meg nőket, és a német média hallgat. Egy szót sem szól, hát ez magyarázata szorul. Az magyarázata szorul, hogy utazunk a vonaton, és egyszer csak már a harmadízillen Németországban született egyébként mégnás által ember előkap egy nagy halefet, és leszúr 9 embert. Miközben őt nem bántotta senki, sőt segítséget adtak neki. Vagy a parkoló kamionban mai hír, majdnem vagyok vernek egy kamion, magyar kamionsofőt. Nem is értem, hogy mire számítottak, mert be akartak mászni a kamion belsejébe, hogy majd a kamionsofőr átviszi őket Angliába. Tehát az agyonvert kamionsofőr, azt nem tudja átvinni őket, ezt ki lehet számolni. Tehát az ember magyarázhatatlan tények sokaságával néz ebbe. Ha még a politikus iratkozatokat is hozzáveszi, akkor aztán is érthetetlen. Svédországban a kormány most olyan plakátkampányt folytat, amiben arra kérje a svédeket, hogy alkalmazkodjanak a migránsokhoz. Nem is értettem, hogy jutottak egy idáig. Vagy Magyarországon a volt miniszterelnök az egyik szocialista, Gyurcsány Ferenc, az azt mondta, hogy ha ő kormányozna és a baloldal, mindenkit beengedne Magyarországra. 100 millió embert. De hogyan? De nincs vége, nincs hossza. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy a szlájdokon túlmenően tekintettel arra, hogy van szerencsém az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát is vezetni, és mint mi vagyunk a szakbizottságai a migrációs ügyeknek, néhány olyan információ birtokában megpróbál, amit a bizottság tagjai megkapnak a minden szolgálattól, hadd próbálja megvilágítani önöknek az egész, ha egyáltalán sikerül ennyi idő alatt, mert nagyon sokfajta ok van, az egész velünk történő folyamatnak a magyarázatát, egy kicsit az okait és az erre adható válaszokat. Mert érdemes megfontolni. Semmi bonyolult nem lesz, és szerintem egy sima 8 osztályos történelmi ismeretekkel nagyjából ezt lehet is érteni.
Csak szépen végig kell gondolni. Mint minden komolyabb jelenség a világon, ennek is sok oka van. Tehát nem egyfajta oka. Aki egyfajta okot lát, az általában valamilyen szempontból elfogult, de itt helyes, hogyha megpróbáljuk legalább a fontosabb okokat számba venni. Én ezzel erre teszek kísérletet. Számunkra, közép-európai emberek számára érthetetlen a nyugati testvéreink viselkedése. Tehát hogy nem látják, hogy mi van, sőt, mint a általán teljesen érthetetlen okokból vak emberek, Willkommen a München felirattal várják a migránsokat, még tavaly ősszel ez volt a nóta. Miért van ez? Azt kell értenünk, hogy az európaiak, mármint a nyugat-európaiaknak a teljes történelmi tapasztalata, hagyományaik, azok drámaian különböznek a miénktől. Azok az országok, amelyek gyarmattartó múlttal rendelkeznek, azok hosszú időn keresztül a saját gyarmataikra nem úgy tekintettek, mint az általuk megvalósított elnyomásra. A szovjet testvérek is ideiglenesen barátokból állomásoztak itt Magyarországon 40 évig. Az ő szerintük, tehát az orosz katonák nem mind elnyomók tekintettek magukra, hanem olyanok, akik elhozták ide a békét, meg a felvirágzást. Az, hogy mi szegény, és a török hadsereg is egyébként az igaz hitet hozta Magyarországra, csak közben éppen meggyilkoltak másfél ember a szovjet testvérekkel együtt. Mármint, hogy azok sem nélkülözték az erőszak eszközeit. Tehát azok az országok, Franciaország, Belgium, Hollandia, Anglia, Spanyolország, Olaszország, Portugália, tehát akik gyarmattartó múlttal rendelkeztek, azok a 80-as évektől, 70-es évek közepétől, amikor a gyarmatbirodalmak összeomlottak, egy olyan migrációval találkoztak, ami zömmel az adott országokból olyan területekre jött, amit korábban ők egyébként meghódítottak. Tehát az angolok zömmel, Pakisztán, India, angol gyarmatok, a belgák zömmel, az afrikai térség, a hollandok zömmel, Indonézia. Tehát, és ezekre a migránsokra nem úgy tekintettek, mint valami külső inváziós hadseregre vagy emberekre, mert egész egyszerűen az ő felfogásokhoz az volt, hogy hosszú ideig éltek velük közösségben. És nem tekintették őket ilyen értelemben migránsnak a szónak abban az értelemben, hogy most nézzük ezt a folyamatot. Sőt, miután ez a migráció, ami lassú volt, ráadásul az érkező embereknek a szociológiai összetétele a legváltozatosabb volt, tehát nem volt homogén jellemzőjük, jöttek idősek, fiatalok, családosok, okosak, kevésbé okosak, nagyon felképzettek, kevésbé képzettek, és nagyon fontos, mindegy, erre a migrációs folyamatra az volt a jellemző, hogy akik az európai országból érkeztek, azok a beilleszkedés szándékával érkeztek. Tehát ők nem azzal a szándékkal érkeztek, hogy teret foglalnak és követelőznek, és rögtön az első adandó alkalommal tömeges erőszakot követnek el, hanem azzal a szándékkal, hogy dolgoznak, beilleszkednek, és megpróbálnak integrálódni az európai társadalomba. Ezért a nyugat-európai társadalmak integrációs tapasztalata egészen 2014-ig az egy merőben más volt, mint amit mi először láttunk. Mert hozzánk egyébként ez a migráció nem érkezett, mert sosem volt gyarmatbirodalmunk. Tehát ilyen típusú a kelet-európai országban nem volt. És ezért a Willkommen a München típusú reagálás, franciáknál, olaszoknál, angoloknál, az ebből a hozzáállásból adódott választópolgár, tehát egyszerű ember, politikai elit szintjén is. És ők az elején tényleg úgy tekintettek erre az újfajta migrációra, mint a korábbinak egy kicsit nagyobb életekben megvalósuló változatára. A németeknél van egyedül más, de ott is a történelme függ össze az ő hozzáállásuk. Ugye a német náci birodalom összeomlása után a megszálló hatalmak együttműködve egyébként a német demokratikus politikai erőkkel körülbelül olyan 40-50 évig azért egy rendkívül erős bűntudat kultúrát ápoltak annak kapcsán, ami teljesen jogos egyébként, hogy a németek mit tettek a II. Világháborúban. Na most ez oda vezetett egyébként, hogy a 80-as évek közepén volt olyan milliós berlini tüntetés, ahol azt kiabálták az emberek, hogy szégyellem, hogy német vagyok. Ezért számukra annak a demonstrálása, hogy egyébként ők már nem ilyenek, szakítottak a náci múlttal, az fontosabbnak tűnt,
sem, mint hogy egyébként problémát okozon nekik, az Európa legnagyobb és legerősebb országának egy valamilyen erősebb migrációs hullámmal való megküzdés. És ők bizonyítani akarták, hogy ők már mások, ők jobbak, talán még jobbak is, mint a többiek. Na most, így összességében viszont ez az újkori migrációs hullám ebben a lelki állapotban és politikai állapotban érte a nyugat-európai közösségeket. Tehát itt a migrációs hullám megjelenésekor volt egy alapvetően hiányzó immunitás. Különböző okokban, de tetten érhető. Másik folyamat. Ettől teljesen különböző, de majd visszahat a migrációra. A 60-as évek közepétől az európai politikai kultúrában, Nyugat-Európában megfigyelhető az a tendencia, hogy a baloldali liberális politikai erők, miután a korábbi követeléseiket zömmel elérték, ami a liberális demokráciának egyfajta minimumát megvalósította, ne felejtsük el, Svájcban 71-ben lett először, 1971-ben lett először szavazójog a nőknek. Ne felejtsük el, hogy egy Egyesült Államokban a feketék a 70-es évekig nem szavazhattak, sőt volt olyan állam, ahol egyébként nem szállhattak fel arra a buszra, ahol fehérek utaznak. Most ezt vessük össze azzal, hogy egyébként ők a legjobb emberi harcosok, akik minket egrecíroztatnak abban, hogy kell toleránsan viselkedni. Nem kell a múltat emlegetni. Magyarországon soha nem volt olyan szabály, hogy aki nem teljesen olyan, mint az összes többi magyar, az nem szállt fel a buszra. Sőt, zárója bezárva. Tehát volt egy olyan politikai tendencia, ami a 60-as évek közepétől, második felétől kezdve, főleg a baloldal számára a politikai súlyt áttette a legkülönbözőbb és változatosabb kisebbségi jogok és emberi jogok védelmére. És ott akkor tényleg a nemzeti kisebbségek, vallási kisebbségek, kulturális, szubkulturális kisebbségek, szexuális orientációbeli kisebbségek, ott minden volt már, és az európai baloldal az egész egyszerűen ezeket a kisebbségeket befogta a saját szavazótáborába. És az európai baloldalnak van egy olyan tapasztalata, hogy a kisebbségek tömeges megjelenése egy adott európai társadalomban, amennyiben azoknak van szavazójoga, az szinte automatikusan azt jelenti, hogy a baloldal újabb szavazóbázis szerzett. Ez teljesen kimutatható, meg lehet számolni, egy francia elnökválasztási kampányokban teljesen ki lehet mutatni, hogy a szocialista jelöltek szisztematikusan sokkal több szavazatot kapnak azokban a körzetekben, ahol egyébként a nem francia, tehát nem eredetileg francia, hanem már francia állampolgár, de mégis csak migrációs háttérű emberek élnek. Tehát van egy olyan politikai tapasztalat, ez főleg az európai baloldalra és a liberális oldalra jellemző, hogy a migráció az nem olyan nagy baj, mert egyébként a mi szavazóbázisunkat növeli. Ez teljesen független attól, hogy a gyarmat tartó múltból mi érkezett, ez egy teljesen más volt a jelenség, de megint az európai politikai elit egy részét alapvetően nyitottá teszi a migrációs hullám fogadására, mert azt mondják, hogy jöjjenek a migránsok, nő a szavazó bázis, majd az ő problémáikat valamilyen módon kezeljük. Harmadik, te ettől megint gyökeresen különböző politikai folyamat és hatótényező. Amióta létrejött az Európai Unió a római szerződéstől, azóta az Unió messze túllépett az alapítók eredeti szándékán. Az alapítók a következőt rögzítették. Hozzanak létre egy olyan rendszert, amely tartósan megóvja Európát a hagyományos német-francia háborútól. Hozzanak olyan rendszert létre, amely néhány iparágat tekintve megvédi az európai piacot a dömpingáról jelentkező amerikai behatolástól. És hozzanak létre egy olyan rendszert, amely a NATO-tól függetlenül egy laza együttműködést és valami fajta állandó fórumot teremt a nyugat-európai országok számára. Na most az nyilvánvaló, hogy ezt az Unió már messze túllépte. Tehát az alapítók teljesen más szándéka hozták létre ezt a szövetséget. Az Uniónak van egy természetes fejlődése, vagy hogy is mondjam, inkább egy immunens, tehát a saját belső folyamataitól fűtött változása, fejlődése, ami pont a 2000-es évek elejekor, 2000 még a migrációs válság előtt jutott egy nagyon fontos vitaponthoz és fordulóponthoz az unió történetében, amivel az uniós politikai elit állandóan küzd. Nem
Tiszafüred, meg nem tudom, Dormand lakói, mert azok ezzel nem foglalkoznak. De az európai elit a következő képpen vázolta fel a jövőt. Szorosabb európai együttműködésre van szükség, mert a világpiaci folyamatok, az európai gazdaság változása, az európai folyamatok, demográfia, esetleges versenyhátránya, a kutatási és a tudományos területeken, stb. Az, hogy ne hozza hátrányba Európát, és Európa önállóan tudjon fellépni a világban, szövetségként ez szükségessé teszi az unió szorosabb átvételét. Viszont ennek van kétfajta változata, és ez közül forog a vita. Most is egyébként csak a migráció mindent elsöpör. Az egyik álláspont képviselője, ez tipikusan megint az európai liberális baloldal, azt mondja, hogy az integrációt nem, de elmondom a pozitívat inkább, tehát nem azt mondjuk, hogy nem, elmondom, hogy az integrációt úgy lehet szorosabbá tenni, hogy valami fajta európai identitást hozunk létre, ahelyett az identitás helyett, ami a különböző európai embercsoportokat, ezeket tehát nemzeteknek hívják egyébként, amúgy összetartja. Tehát most teljesen nyilvánvaló, hogy az Európában az embercsoportok úgy hívják, hogy nemzetek, nemzeti identitást tartja össze. Nem is feltétlenül a közösen beszélt nyelv, mert egy csomó európai országban mondjuk olyan nyelveket beszélnek, vagy több európai országban, amit az eredeti őseik egyáltalán nem beszéltek. Tehát úgy az írek, azok úgy írek, hogy angolul beszélnek, de ők egyébként ők gélül szeretnének beszélni, csak Írországban lényegében oktatják a gélt, de nem tud senki gélül. Ugyanez a helyzet a skótok esetében, meg a velsziek esetében, mindegyik angolt beszél, de egyébként mindegyik az, hogy ő kelta, meg az, tehát az alapvető identitása az más, mint az angol, csak éppen azt a nyelvet beszél. Ez nem ritka egyébként Európában. A kunok is kunok, de magyarul beszélnek például. De azért van egy kunin identitások, én hogyha Magyarországon a kunok által lakott vidéken járok, akkor megismerem, hogy ott járok. Hát ezt nem lehet elvitatni. Akinek egy pici érzéke van ahhoz, hogy az embereknek a metakommunikáció, a kommunikáció egymás közötti viszonyai milyenek, akkor azonnal tudja, hogy hol jár. Sőt, tehát van olyan nemzet, Svájc, amely nem is egy nyelvet beszél, hanem konkrétan négyet hivatalosan. Úgyhogy, meg hát ott van például Korzika, ahol korzikaiul beszélnek és nem franciául, és kifejezetten utálják, hogyha franciául beszél az ember, amúgy viszont nem tudnak korzikaiul, tehát van egy ilyen teljesen furcsa helyzetben egyébként francia terület. Tehát nem is önmagában az, hogy egy nyelvet beszélnek, de van egy közös nemzeti identitás mindegyik európai országban. És ezt kellene kicserélni, vagy helyettesíteni valami fajta európai identitással, mert az nemzeti identitás korábban egy csomó bajt okozott, ezért az igazi transznacionális, vagy nemzetek feletti Európa, az már leküzdötte ezeket a hagyományos identitásokat, és van egy európai identitás, amit azt határoznak, hogy ki lakik Európában. Ebben a felfogásban a migránsok megérkezése nem baj, egyrészt segít lebontani a nemzeti identitást, mert hogyha most elmegy valaki a Párizsban a 17. kerületbe, akkor nem tudja eldönteni, hogy most Marokkóban van, vagy Párizsban. Mert olyanok a viszonyok. Na most teljesen nyilvánvaló, hogy tehát a migránsok nagyobb számú megjelenése alatt ebben az identitás lebontásban segít, és hát hogyha majd ez kiforja magát valami fajta európai identitással. Ez az egyik fajta koncepció. Itt egyre kisebb jelentősége van a nemzeti kormányoknak és a nemzeti parlamenteknek, minden döntéshozatal és annak a centrum átterülődik a Brüsszelbe és Strasbourgba, és majd a bizottság, meg majd az Európai Unió intézményei. Tehát van egy ilyenfajta európai birodalmi koncepció, már nem birodalom létrehozó nemzetek formájában, hanem egy ilyen együttműködés formájában. A másik álláspont az Európai Unió jövőjét tekintve, az a milyen kis, tehát úgy értem, hogy a Fideszé vagy a magyar kormányi, az pedig azt mondja, és általában az európai konzervatívoké, hogy nem, az Európai Unió jövője az erős nemzetek egyenjogúságon alapuló együttműködése, szabad akaratú, de szigorúan megtartva a nemzeti kereteket, és abból nem kilépve. Hozzáteszem ezt azért, lazán tessenek kezelni, mert a nemzeti keretek rendkívül fontosak, mégis mire tettünk javaslatot, hogy állítsunk fel közös európai hadsereget, ahol egy rajban olasz, portugál, magyar, francia, meg szlovák katonák harcolnak. Mint ahogy most Magyarország a V4-ekkel egy közös dandárt állít fel, ahol mi a szlovák, akkor a csehekkel és a lengyelekkel fogunk egy katonai alakulatban, közös parancsnokság alatt védelmi feladatot ellátni.
Ez a vita, tehát, hogy egy ilyen transznacionális Európa vagy nemzetek Európája megint teljesen független a migrációtól, de az egyik oldal álláspontja az kifejezetten nyitott a migrációra, mert úgy gondolják, hogy nekik ez segít. Ez volt, ja és akkor van itt kérem szépen egy európai bővítés, 2010-re, a migrációs invázió kezdetére az Európai Unió bővítése egy bizonyos szakaszban befejeződött, és belépett egy csomó olyan ország, akik a posztszovjet térségből jöttek, tehát akik a korábbi szovjet érdekszférában tartoztak, és egyébként teljesen máshogy gondolkodnak egy sor kérdésen, mint az európai testvérek, mármint a nyugat-európai testvérek. Ott ezekben a kérdésekben teljesen más a reagálás. Ennek is megint megvannak a történelmi előzményei. Ezek között a nemzetek között, a balti államoktól a bolgárokig le, tehát mindenki tudja, kik ezek az országok, Bulgária, Románia, Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, balti államok, Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Macedónia, nem mindegyik európai most, de van itt egy teljesen homogén országcsoport. Ezeknek a népeknek az a történelmi tapasztalata, hogy átlag 200 évente valaki megpróbálta őket megsemmisíteni, aminek volt inváziós, migrációs vonzata. A baltiak dettó, hát amikor Sztálin elvtárs egy napon úgy ébredt meg, akkor a balti népek felét vonalra tették és elszállították a Szibériába, és így jártak. Tehát ott pontosan tudják, hogy mit jelent a migráció. És behozták helyettük egy csomó oroszt, akit betelepítettek a házaikba. A lengyelek, akiknek hosszú évszázadokig államuk sem volt, mert az orosz és a német birodalmak közé szorítva egyszerűen felőrölték őket. A csehek, szlovákok, románok, magyarok, horvátok pedig abból, akik pontosan emlékeznek rá, hogy milyen is volt, amikor az oszmán birodalom egy muszlim térhódítással egy olyan harcra kényszerített bennünket, aminek kapcsán ezek a népek hihetetlen veszteségeket szenvedtek. Ezt a legjobban a bolgárok tudják, tehát mi is? Hát a várai csatában pont ezek, vagy a gyógyadiak küzdelmén pont ezek a népek küzdöttek az oszmán térhódítás ellen. Tehát ezeknek a népeknek van egy nagyon határozott történelmi tapasztalatuk arról, hogy mit jelent a migráció és mit jelent a migrációs invázió. És ebből nem kérnek. Nem véletlen, hogy ezek az emberek az unión belül, ezek az országok történelmi tapasztalatok okán elutasítják ezt. De van egy ettől függetlenül teljesen különböző történelmi tapasztalat. Ez annak köszönhető, hogy rajtunk már kísérleteztek 70 évet, a szovjet elvtársak a transznacionalista és új identitású világbirodalom létrehozásában. Amikor már nem az volt az, hogy valaki magyar, vagy román, vagy szlovák, hanem mindenki kommunista, majd jön a kommunista embertípus, a kommunista értékrend, a kommunista világbirodalom, és majd a szovjet, nem is orosz, a szovjet vezetése, de valami transznacionalista kavalkádban fel fogunk olvadni, és kitör a világforradalom, és eljön a történet vége. Most kicsit túlzok meg, leegyszerűsítem a dolgot, de ha valaki visszavéved a történelmi tudomány van a leckéinkre, azt a sok baromságot, amit nekünk ezzel kapcsolatban oktattak, arra azért még lehet emlékezni. Mert a szónak a szoros értelemben pontosan tudtuk, hogy szovjet embertípus nincs. Tehát magyarul mesterségesen kitalált identitás nem létezik. Orosz ember van, fehér orosz ember is van, román is van, magyar is van, szovjet vagy kommunista ember meg nincsen. És pontosan tudtuk, hogy az ezen új identitás alatt megvalósítani vágyott társadalom nem létezik, viszont közben kinyíltak a kommunista eltársak 100 millió embert. És meggyomorítottak még ennyit. Csak a 20-as években 25 millió ukrán halt éhen, annak a kísérletnek a jegyében, hogy bekergették az orosz parasztokat a szovhozokba meg a kolhozokba, aminek kapcsán összeomlott a szovjet mezőgazdasági termelés. Tehát ezeknek a népeknek így együttesen van arról nagyon kézzel fogható tapasztalata, hogy milyen az, amikor különböző romantikus ideákban hogy is mondjam, szenvedő emberek megpróbálják kész akarva az akaratunk ellenére megvalósítani az egyébként pontosan lehet tudni, hogy megvalósíthatatlan álmaikat. Mi ebből 70 évig ezt tetszett, nem tetszett, ezt kaptunk. És ezeknek az államoknak az emberei is politikai pont azt mondják, hogy köszönjük szépen, több transznacionalista kísérlet nem kell. Meghalt 100 millió ember, 70 éves
hátrányt szenvedtünk a fejlődésben, nem kérünk több kísérletet. A nagyon kedves, ilyen romantikus vízióktól szenvedő urak szórakoztassák egymást a klubban, mi tömeges méretekben ezt nem kérünk. Magyarul itt volt egy nagyon erős tapasztalat megint arra nézve, hogy az ilyen típusú víziók maradjon mindenki a saját nemzeti identitásában, és próbálj meg együttműködni. És úgy, ahogy megy is, egy csomó konfliktus árán, de még mindig jobb, mint hogyha valami soha nem látott álmot szeretnék megvalósítani, ami valószínűleg megvalósíthatatlan. Tehát volt egy ilyen történelmi tapasztalat. És hát ezeken túlmenően pedig a helyzet a következő. Mert nem abban igazán a Sándornak a migrációs válság, ami most volt, az nem magától robbant ki. De ezt sem úgy kell elképzelni, hogy amerikai, nem tudom milyen politikai vegykonyhákban borogatják a politikai emléteket a tudósok, és akkor kikacsasztanak valami világ összeesküvést, hanem lezorult egy sor olyan folyamat, ami ide vezetett. Ennekben mindenkinek megvan a maga felelőssége. Megjegyzem, nekünk európaiaknak is, tehát az Európai Uniónak is. Megpróbálom ezt is megvilágítani. Most csak összefoglalom, miről beszéltem eddig. Nyugat-Európa a gyarmatosító mód és hagyomány miatt eleve fogékonyabb, és egy teljesen más típusú migráció miatt fogékonyabb voltak a politikai és a társadalmi és a befogadási erős a migrációra. Kettő. Az egyik meghatározó erő nyitott volt arról, hogy minél több kisebbségi csoport legyen, mert a szavazatot jelenti. Három. Milyen legyen az unió? Az egyik álláspont úgy érzi, hogy a migráció neki segít, mert segít a nemzeti identitásokat lebontani. Tehát ez a három pont, amiről én beszéltem. Közben az unió kibővült egy olyan országcsoporttal, ahol az emberek történelmi tapasztalatok kapcsán elutasítják az inváziót, mert ezt megszenvedték ezen évig, úgyhogy a megsemmisítésükkel fenyegetett folyamatosan, és a túlélésért küzdöttek. Kettő, a nemzeti identitáson alapul együttműködésre, ez a transznacionalista kísérletben már egyszer ezt megszenvedték a szovjet érában, és nem kérnek belőle többet. Ez volt a leosztás 2010 körül. Ez akkor nem jött ki felszínre, hogy ebből milyen következmények, de ez így indult. Eközben a 2000-es évek közepétől kezdve lezajlott egy teljesen másfajta politikai folyamat. Először is a német egyesítés után a Németország vált egyértelműen és vitathatatlanul az Európai Unió vezető országa. Legnagyobb népesség, legnagyobb gazdaság, legnagyobb potenciál, legnagyobb. Ehhez képest még nagyon fontos európai államok szövetséget kötöttek Németország, a Franciaország elsősorban, arra nézve, hogy ezt az erőt úgy használják ki, hogy megpróbálnak olyan pozícióra szert tenni, ami Európát kiemeli az Atlanti Szövetségnek abból a másodosztályú szerepéből, amit Európa van. Ezért és más okok miatt, megint az integráció erősítése miatt néhány nagyon-nagyon fontos döntést hoztak. Az első, hozzáteszem, ekkor még olyan európai politikusok vezették ezt a szövetséget, mint Margaret Thatcher, vagy Helmut Kohl, vagy François Mitterrand. Tehát itt nem a politikai hozzátartozást kell látni, hanem azt, hogy kvalitások. És olyan bizottsági elnökök voltak, mint Jacques Delors, akire mindenütt felfigyeltek a világon, és nem olyan bizottsági elnökök, aminek kapcsán szerintem rajtunk lőtt mindenki. Majd erre is kitérünk. És három döntést adott Európa, amivel súlyosan sértette az Egyesült Államok érdekeit. Az egyik az az, hogy életre hívta az eurót. És az euró életre hívásával az Egyesült Államok azzal nézett szembe, hogy a dollár világvaluta pozícióját veszélyezteti egy másik legalább akkora gazdaság közös valutája, mint az Egyesült Államok, ezt Európai Uniónak hívták, és eurónak. És a világgazdaság egy része kifejezetten örült neki, mert szeretett volna a dollár dominancia alól kimenekülni. Na most ennél nagyobb, veszélyesebb kihívást az Egyesült Államok ellen nem lehet intézni. Ezt teljesen meg kell érteni egyébként, mert gondolják bele a következőbe. Valami rejtélyes ok miatt
A világon, minden országban, minden ember ott 5000 forintot elfogadja, és pont 5000 forinttal fogadja el, amennyi az értéke. Mindenhol a világon. Ebben az esetben nekünk csak nyomdavállalkozást szabad működtetnünk. És nyomni a forintot, bűcsüket, a csengét. Kész. Eljött a kármán. Mert elfogadják mindenfajta fedezet nélkül a mi pénzünket. Na most azt gondolják meg, az Egyesült Államok a világválság kapcsán azt meg tudta csinálni, hogy nem tett más, mint évente több mint 1000 milliárd dollár. Egyik 1000 milliárd dollár az 2500-2800 milliárd forint. Az 250 ezer milliárd forint. Tudják mennyi az? 1000 milliárd dollár évente, 250 ezer milliárd forint. Tehát el sem tudjuk képzelni. Ugye? El sem tudjuk képzelni. Ez egyébként sokszorosan az éves magyar GDP. Na most, de az Egyesült Államok a saját politikai, gazdasági pozíciójánál fogva megengedhette ezt, mert a világpiac elnyelte a dollár. Mert mindenki, ez nem vert el a dollár árfolyamát. Tehát az Egyesült Államok az egész válságot ki tudta, hogy védekezni, hogy beindította a nyomdagéteket. Most persze ez egy kicsit bonyolultabb, mert államkötvényen keresztül valósult meg, meg nem dollárt nyomtak, hanem úgy pénzpiaci termékeket helyeztek el a piacon részben, de most csak leegyszerűsítve, de a lényege az ez. Na most, tehát az, hogy az Európai Unió, az Euró létrehozta, ez az első kihívás volt a 2000-es évek elején. Pontosabban az 2000-es évek közepén. A második nagyon nagy kihívás volt, hogy az Európai Unió pont ebben az időszakban megpróbált önálló, az Egyesült Államoktól független Oroszország politikát vinni. Külön megállapotot kötöttek az energiaszállításokra, és olyan korábban elképzelhetetlen tények következtek be, mint hogy a volt német kancellár az legfontosabb orosz gáz szállítási vonalat működtető orosz vállalat igazgatósági vagy felügyelőbizottsági elnöke legyen. Tehát látszott, hogy megindult nagyon erősen egy egyébként általánosan, tehát a franciák, a németek, az angolok által támogatott Európai Unió-Oroszország kérdezés. Ez a második legveszélyesebb kihívás az Egyesült Államok esetében, mert az oroszokkal kérdezett Európa egyszerűen erősebb potenciál, mint az Egyesült Államok. Gazdaság és katonai értelemben is. Tehát itt majd, hogy nem az, majd, ha ez előre megy, és nem történik valami, akkor az a helyzet, hogy az Egyesült Államok a világvezető szerepét elveszítheti. Nem feltétlenül ebből, nem az következik, hogy elfoglaljuk mi Amerikát, mert senki nem akar érni, hogy az Amerika sem akarják elfoglalni Európát, hanem az erőviszony változik meg közöttük. A harmadik pedig, hogy egy sor olyan integrációs elmélyítő döntést hoztak, ami azzal fenyegetett, hogy ez a gazdasági integrációs erősebbé válik, mint az Egyesült Államok önálló Kína politikával, önálló világgazdasági politikával. És hát természetesen megértük azt, hogy mi történt ezután. Egyrészt az euró a nagy gazdasági válságot, a 2008-as válság kitörésekor azt a lehetőségét, hogy átvegye, vagy csak veszélyeztesse is a dollár pozíciót a világpiacon, elveszítette, mert az Egyesült Államokból kiinduló összeomlás az eurót végzetesen megnyengítette, és azóta sem emelte ezt ki. Az Egyesült Államok nem kis zökkenőt kell ugyan, de ezt nagyjából simán túlélte, nyomta a dollárt, és azért azt remélem, azt mindenki látja, hogy a válság az úgy robbant ki, hogy a három legfontosabb amerikai minősítő, tehát még egyszer mondom, hogy figyelj, minden szó lényeges, a három legfontosabb amerikai minősítő egyszerre nézett mellé. És még az összeomlás előtti nap is a Lehman Brothers értéke az a legjobban jegyzett érték volt a piacon. Milyen véletlen. És egyszer csak kirobbant a válság, elmosta az eurót. Egy. Kettő. Az Európai Unió közvetlen hódudvarában egyszer csak elengedhetetlenül szükségét érezte az amerikai politika, hogy végre ezekben az alapvetően hozzív állapokban demokráciát valósítson meg. Tehát a nagyon hosszú időn keresztül nem volt ezzel probléma.
De egyszer csak feltétlenül szükségesé vált, hogy itt demokráciák legyenek. Elindult köztudott és közismert jelentős amerikai szervezéssel és támogatással az úgynevezett arab tavasz, aminek a végén egy óriási káoszba fulladtak azok az országok zömmel, akik ezzel az arab tavasz útra léptek. Akik ez alól kivételek, ott nagyon furcsa a dolog, mert ugye demokráciát exportálunk. Két ország mentes ettől, az egyik Algéria, ahol a szabad választások után hatalomra került iszlám kormányt a hadsereg megbuktatta, és azóta van polgári demokrácia, az hadsereg által fenntartott módon, de furcsa módon ez demokráciának hív. A másik az ugyanezzel a forgatókönyv Egyiptomban, ahol egyébként az iszlám párt győzelme után a miniszterelnököt egy fél év alatt letartóztatta a hadseregét, és azóta megint demokrácia van, mit tesz a véletlen. Ott nincsen demokratikus deficit, bárha egy katonai puccsal került hatalomra, ha senki által megint választott kormány. De Líbia összeomlott, és azt lehetett tudni egyébként, hogy a Líbia, mint nemzet ebben az értelemben nem létezik, hanem van egy csomó törzs, akik nem, még csak a törzsi hagyományaik sem ugyanazok, a nyelvünk sem egyforma, és hagyományosan, állandóan küzdelmet írtak egymással, ha ott a központi hatalom megszűnik, akkor egy igazi háború, káosz lesz órá, ez bekövetkezett Líbiában. Megjegyzem, jelentős Európai Uniós közreműködés. Ez azt jelentette, Tunéziában hajszálon függ a helyzet, mert már a kormány megpróbál mindent megtenni egyébként a helyzet stabilizására, de látjuk a híreket, hogy azért ott az erősen kéteséges. És bekövetkezett Szíriában, illetőleg a Irakban még korábban egy abszolút destabilizálódott állapot jött létre. Ez azt jelentette, hogy Európának a közel-keleti, észak-afrikai térségeiben megszűntek azok az államok, amelyek egyébként államként saját magukat meg tudják védeni. Itt ez megszűnt. Más a helyzet, de hasonlóan elgondolkodható Ukrajnával, ahol a narancsos forradalom kapcsán megmutatták az egyébként rettenetesen korrupt és alapvetően oligarchákra épülő orosz kormányt, és egy másik rettenetesen korrupt és alapvetően oligarchákra épülő orosz kormány jött helyette, csak most ez csokigyáros és nem cementgyáros, mekkora különbség, de a hathatós és erős amerikai segítségen a narancsos forradalom kirobbanása után előállott a végén az a helyzet, hogy az Európai Unió és Oroszország közeledése az egyszerűen lehetetlené vált, mert kirobbant az ukrán-orosz háború. Ezt biztos mindenki megint észrevette. De ha valaki ezt összegzi, akkor azt veheti észre, hogy valahogy úgy alakult az élet, hogy egyébként az az állapot jött létre, ami az európai törekvéseket gyengíti, és az Egyesült Államok törekvéseit megerősít. Ennek kapcsán eljött az a 2012-13-14, amikor is elindult egy mindenki által megmagyarázhatatlannak vélt migrációs invázió. És itt nagyon fontos tényeket kell rögzítenünk. Ez a típusú migráció gyökeresen különbözik a nyugat-európai országok által a 80-as, 70-es évek, még 80-as évekre megismert migrációtól. Először is. Az Európába jövők 80%-a, jöjjenek bár 110-valahány országból, 80%-uk 30 év alatti fiatal férfi. Tehát a korábbi változatosság az egyszerűen megszűnt. Ez ráadásul ezeknek a 30 évesnél fiatalabb, fiatal felnőtt férfiaknak mindegyike katona viselt, és a döntő többségük olyan térségből jön, ahol a katonáknak mindennapi élménye, hogy embert kell ölniük. Úgy az lehet tudni, hogy ott van egy, az ember lélektanában, meg az egész percepciójában van egy váltás akkor, amikor az életében volt valahogyan élmény, hogy ott állt, ahol vagy őt lövik le, vagy ölöli a másikat. Mert ugye ezek olyan országokból jönnek, ahol ez mindennapos élmény, és a katonáknak is ezzel kell szembenézni. Afganisztán, Pakisztán, törzsi területei, Irak, Szíria, azok a polgárháborús afrikai országok, ahol Malitól Nigériáig, ahol egyébként tényleg lehetetlen állapotok uralkodnak. Második nagyon fontos tény. Megint tény, mert az adatfelvételekből ezt a magyar hatóságok tudják. Ezeknek az embereknek a 60%-a írástudatlan.
nyelveken. Nem az európai nyelveken, a saját nyelvén sem tud írni. Tehát, hogy itt atomtudósok jönnének, vagy egyáltalán olyan emberek, akik munkaszocializációban valamit már tudnak, az nem igaz. Három. Ezek az emberek olyanok, akiknek szinte 100%-a az európai fogalmak szerint soha az életében nem dolgozott. Tehát, hogy kilép a családi törzsi hierarchiából, és egy vadidegen embernek az utasításait fogadja el nap után egy teljesen más munkahelyen, mint a családi vállalkozás, ahol ráadásul az ő felfogása szerinti világrend az feje tetejére áll, ezt ők nem ismerik. Tehát nem találkoztak az életükben ezzel. Hogy miért mondom azt, hogy a feje tetejére áll? Hát azért, mert Európában ismert az a jelenség, hogy én férfiként dolgozok egy vállalatnál, ahol egy nő a főnököm. És ő azt mondja, hogy csináld ezt, és akkor nem azt mondja, hogy igen. A mohamedán felfogásban a férfi a nő ura, és az, hogy egy másik idegen nő parancsol egy férfinek, ez egyszerűen nem létezik. Hát azért vannak ilyen, olyan tudók, nem értjük ezt, mert ez egy másik világ, egy másik kultúra. Tényleg nem nagyon sokat tudunk róla, csak azon lepődünk meg, hogy a svéd orvosnők miután hozzáért az ott megjelent, rendelésen megjelent 16 éves fiatal férfihez, az apja megverte. Mert az apa megverte az orvosnő. Mert az ő meggyőződése szerint a fiatal férfihez idegen nő nem érhet. Hát pont megverte a rajta segíteni a orvosnő. Csak mi nem értjük, hát ezt idegen tőlünk, de az ő felfogásokban meg az nem értető, hogy mit lépál egy idegen nő egyáltalán. Na most magyarul azok a munkakonvenciók, amelyek számunkra teljesen természetesek, ők számukra nem ismertek. Tehát ezek az emberek, hogy mikorra várhatnak az európai fogalmak szerint hasznos munkaerővé, ha senki nem tudja megmondani, egy egészen biztos, most pontszerűen teljesen alkalmatlan kell. Nem véletlen, a németek adatai szerint 1,5 millió migránsból 500-nak tudtak munkát adni, de ebből csak 54 a munkaerő, mire valóban szükség van. Tehát ahol korábban üres állást töltöttek be, a többit így létrehozták az udvar, második portás, udvaros, stb. Tehát igazából nem lehetett őket a európai értelemben munkába állítani. Ez megint ténykérdés. A negyedik tény megint. Ezzel a migrációval egy olyan jelenség is érkezett, ami korábban ismeretlen volt. Nyugat-Európában a 70-es évek végén és a 80-as évek elején a terrorizmus az radikális szélső baloldali csoportokhoz volt köthető, mindegyik az adott ország nemzetéből került ki, Baader-Meinhof, Rote Armee frakción, Vörösbrigádok Olaszországban, direkt frakción, korzikai szeparatizmus, ír szeparatizmus, spanyol szeparatizmus és robbantások korábban, Dél-Tirol, Észak-Olaszországban a 60-as években. Tehát az mind olyan terrorista volt, aki a saját nemzetből került ki, és alapvetően radikális baloldali anarchista csoportok voltak ezek, ma már tudjuk jelentős mértékben szovjet hatatós segítséggel és finanszírozással, meg kiképzésben. Tehát az a jelenség, hogy most itt tömegével érkeznek fedetten terroristák a migránsokkal, akiknek már semmi közük az európai tradícióhoz, kultúrához, értékválasztáshoz, ez egy ismeretlen jelenség. Tehát Európában nem volt az a jelenség meg, hogy egyszer csak berant valaki a templomba és átvágja a torkát a rajta egyébként korábban segített tiszteletesnek. Nincs ilyen. Tehát ez egy teljesen új jelenség, miközben egyébként nyílt adat az iszlám állam, és sajnos ezt mások is megerősítik, azt nyilatkozza, hogy ezzel a migráns adattal 4000 kiképzett katonáját dobta át Európán. Miközben azt is látjuk, hogy ez a terrorizmus erősen támaszkodik azokra a másod, harmad generációs migráns hátterű emberekre, akik képtelenek voltak Európába beéleszkedni, és bármifajta radikalizmusra képesek. Dacára annak, hogy itt iskolát kaptak, munkát kaptak, ellátást kaptak, jövőt kaptak, és egy sokkal jobb életminőséget, mint ami otthon volt. Összességében, tehát ráadásul a tények alapján ez a migráció drámaian más jellegű, mint amit mi korábban ismertünk. Ez a biztonsági helyzet drámaian más, mint amit mi ismertünk.
mindent összevetve, így már azt gondolom, talán egy picit összeáll a kép. És hogy azért még mindig lehessen valami, ami elgondolkodható, hogy elindult az a folyamat, amikor ezt a migrációt teljesen jól, logisztika értelemben hibátlanul szervezik az embercsempész bandák. És miután olyan térségekből is jönnek, ahol korábban ezek az alvilági szervezetek kiépültek, sőt nem egyszer-kétszer állami segítséggel, csak akkor alapvetően kábítószerrel kereskedtek, egyik pillanatról a másikra átálltak emberkereskedelemre. Valaki számolja ki, átlag 5000 euróért hoznak ezekből a térségekből egy embert Európába, tavaly 1,5 millió jött. Az 6,5 ezer, az 6,5 ezerszer 1 millió. Ennyi a bruttó bevétele ezeknek a bandáknak. Az 6,5 milliárd euró. Ez nagyobb jövedelem, mint a kábítószerkereskedelemből befolyt jövedelem. Ráadásul szemben a kábítószerkereskedelemmel, ahol hihetetlen mértékben ki voltak téve a társadalom általános elutasításának és az európai hatóságok hatásos közreműködésének, így európai emberjogi szervezetek segítik a munkájukat, európai logisztikára tudnak támaszkodni, tudom, hogy abszurd, de hát ez a helyzet. És ráadásul ez ellen a jelenség ellen az európai hatóságok jelentős része nem tud fellépni. A görög hatóságok nem csinálnak semmit. A görögök a kábítószereseket letartóztatják. Tehát ott van egy nagyon komoly ellenállás a kábítószerek. Az embercsempészek szabadon hozzák a migránsokat. És akkor még egyet kalkuláljunk, hogyha azt vélelmeznénk, hogy ezek az emberek döntő többségben az életüket mentő, földön futó, szegény emberek, akik azonnal segítségre szorulnak, ha valóban ilyenek lennének, tehát jogosultak lennének menekült kérelemre és annak a pozitív elvérálására, akkor azt válaszolja meg valaki, hogy akkor miért nem 5000 euróért, miért nem business class-on jönnek repülőn. Mert annak az ára egyébként kb. 1000 euró alatt van. Sőt, az első héten megaladnának a hadcsillagos számlatánkban, és onnan adhatnánk be a menedékkérelmüket, ha jogos lenne a kérelmük. Tehát ha valóban az életüket féltő, az életükben veszélyeztetett emberek lennének, zömében. Nem mondom, hogy nincsenek ilyenek közöttük, vannak, de jellemző, hogy azért a legenyhébb feltételek szerint elbínáló európai országban is 30% alatt van azoknak a száma, akik menekült jogra jogosultak, a többiek meg nem. Tehát itt azért fel kell tenni azt a kérdést magunknak, hogyha van 5000 euró embercsempészek kifizetésére, akkor ha legálisan jövök, akkor miért ne repülőben jövök első osztályon? Sokkal kevesebb pénzen, sokkal kényelmesebben, nem hónapokat gyalogolva a legzavarosabb viszonyoknál. Összességében, ha ezt mind összegezzük, akkor a következő helyzet. Egy olyan migrációval állunk szemben, aminek nem is nagyon burkolt célja egy területfoglalás. Nincs integrációs óhaj, alapvetően párhuzamos társadalmak alakulnak ki, ahol olyan zónák, úgynevezett novo zónák jönnek létre, ahol már az európai hatóságok sem tudnak bemenni, 900-nál több ilyen zóna van most Európában, és ez a beáramlás egész egyszerűen az európai társadalmak lét alapját kérdőjelezi meg, mert elutasítja az európai értékrendet, az európai tradíciókat, az európai civilizációs hagyományokat, nem akar hozzá alkalmazkodni. És onnantól kezdve pedig tessenek kiszámolni a születési adatokból, hogy mi fog bekövetkezni. Svédországban, az állami óvodákban minden második gyerek migráns előtt gyökerül. Ki lehet számolni, hogy mi következik? Míg az európai társadalmak szinte mindegyikében az átlag gyerekszám 2 alatt van, a migránsok családi hagyományai szerint a 4-5 gyerek az irányadó. Tehát csak számolni kell tudni, és kiszámolni, hogy akkor Európa etnikai
kulturális értékválasztási alapja mikor semmisül meg. Mikor lesz az, amikor valóban más Svédországhoz hasonlóan a kormány kénytelen arra azzal plakátolni Magyarországon, hogy kedves magyarok, szeretném kérni benneteket, hogy tartsátok tiszteletben a moszlim szokásokat. A saját falutokban, meg városotokban. Na most az egész migráció kezelése, hogy egyébként a konkrét október 2-i népszavazásra is átérjen, az megint fölötti sajátos, mert abban a bénultságban, amit én megpróbáltam felvázolni, legelőször az átlag európai ébredt fel. Először természetesen mi. Tehát úgy értem, hogy azok a nemzetek, azok a posztszovjet érából jövő nemzetek, akik azonnal levették az első 100 ember után, hogy na most kell itt rálépni a fékre, mert ez teljesen más. De nekünk teljesen mások az immunreakcióink ezzel kapcsolatban. Az európaiaknak lees, a tantusz körülbelül másfél év alatt esett le. De most már látjuk, hogy leesett, tehát most az európai közvélemény azok teljesen jellemző, hogy tegnap a BBC-nek adott Szijjártó Péter egy interjút, amiben közölte, hogy Magyarország elutasítja azt a helyzetet, hogy no-go zónák jönnek létre az európai városokban, és Magyarországon nem akarunk ilyet. A BBC felháborodott, közlemény, aláírásgyűjtés, hogy nincsenek is no-go zónák, miről beszél Szijjártó Péter, ilyenek ezek a magyarok. Erre a BBC kapott 450 ezer kommentet az angoloktól, hogy a BBC elmegy a francba, ami a tele van no-go zónákkal, és nekik is elegük van. Tehát körülbelül most ez a felállás. Az európai politikai elit viszont nagyon-nagyon lassan fordul, talán a jobb oldaliak fordulnak, de a balliberális elit nem fordul, azt látszik, nem változtat az álláspontján. Annak is hosszú a magyarázata, hogy hogy létezik az, hogy teljesen okos és képzett emberek, akik minden információ birtokában vannak, sőt, még annál több információ birtokában vannak, mint ami szükséges a helyes döntések meghozatalához, mégis a teljes ostoba döntéseket és politikai vonalat viszik. Hát de én azt gondolom, hogy mindenki lévedjen vissza ne a politika meg a történelmi ismereteibe, a saját életébe. Itt az emberek egy jelentős része a teremben, mi talán emlékezhetett arra, én egyetemista korból emlékszem erre, hogy teljesen értelmes, képzett tanárom magyarázta azt, hogy Tojlattiban Szergejnek, aki beül az 1002-es Zsiguliába, jó volt dolga, mert a saját ura, és büszke erre, míg a szerencsétlen Schmidt Stuttgartban beül abba a rossz Mercedesbe, és egész életében azon szomorkodik, hogy milyen rútó kizsákmányolják itt a rokonos törtések, és hogy ezen mindenképpen fordítani kell. És mikor azt mondtuk, hogy hát ez egy teljes baromság, hogy van, ne arra mondjon. Hát ez az ostobaság ne továbbja. Olyan típusú hülyeség, amit nem is lehet elhinni, azt sem értjük, hogy maga miért mondja, akkor rögtön egyes volt a válasz. De egyébként a magyar történelemben is van jó néhány olyan példa, amiről pontosan tudjuk, hogy viszonylag okos, képzett emberek a legnagyobb politikai baromságot tudták dönteni, amiről a döntés pillanatában lehetett tudni, hogy alapvető tévedés. Tehát aki 44-ben nem tudta Magyarországon, hogy egyébként a németek elveszítették a háborút, azt szerintem nem itt élt. Ehhez képest kiszolgálták a náci megszállókat. Tehát napnál világosabb, hogy annak se szeri se száma a történelemben, hogy komoly politikusok a legrosszabb politikai döntéseket hozzák meg, és tartanak ki a végsőkig emellett. Hogy ne menjünk olyan vissza a régmúltba, én akárhány szocialistával beszéltem 2006-ban az összödi beszéd után, négy szem közt mindegyik azt mondta, hogy Gyurcsány halott. Zombi. Le kéne vártani, mert ebből nagy baj lesz. A végén a baloldal sem is ül meg. Mondom, de figyelj, ti voltatok ott? Hát csak fel kell, te szeretetszed a kezed, azt mondta, hogy felé menjél ki, jöjjön más. Miért nem tetted fel? Jaj, hát az nem lehet, mert így meg úgy. Mondom, ne viccelj, hát te is látod, hogy mi a helyzet. Na most ehhez képest belevezették együtt az országot a szakadékba, egyébként négy éve politikai élőadott miniszterelnökön az élen. Aki utána a végén, pontosan azt is lehetett tudni 2006-ban, megmondtuk neki, hát figyeljétek meg, a végén ő fog hátba szúrni benneteket. És kilép a pártból, és látva fog mutogatni, hogy tönkretettétek az országot.
Hát miért hagyjátok? És hagyták. Pedig a baloldaliak között is van egy csomó okos ember. Tehát ezt a jelenséget ismerhetjük, hogy pont az európai baloldal az miért ilyen, az is megérne egy misét, az tényleg hosszú ideig, vagy messzire vezetne. Egy kétségtelen az a szerencse, hogy demokráciában élünk, és a politikusoknak nem tükrére van szükségük otthon, hanem végső soron a választókra, akik pirosokat jutottak fel neki, hogyha hülyeségeket beszél, vagy politikailag rosszokat dönt. Tehát neki nem kell megvárni, míg egyszer csak Juncker úr a homlokára csap, vagy nem tudom én, az Európai Parlament német elnöke azt mondja, hogy mea culpa, az én bűnöm, hogyan tegyem jóvá, de mellé néztünk a migrációs politika kezelésének, hanem a választókra van szükség, akik azt mondják, hogy nem. Mert amíg lehet szavazni, amíg azt mondhatom, hogy nem, ebből nem kérek, addig csak el kell menni, és azt mondja, hogy nem. Nem kell várni, hogy valaki megébred, mert valaki majd nem megébred 20 év múlva. Vagy ha nem ébrednek, akkor majd akkor nem segít rajta, akkor el tudom viselni az életet. De nem kell nekünk az ébredésre várni, azért vagyunk mi olyanok, amilyenek, mármint a magyar jobboldal és a nyugodtan mondhatom, hogy magyar politizáló nemzet, hogy mi fogtuk magunkat és mi fogunk. Hát hogy ez talán nemzetkarakter szempontjából is egy kicsit ránk jellemző, hogy mi mondtuk először, hogy hát a király mesztelen, hát tessen már megnézni. Azután mindenki rájött, jó, hogy másfél év alatt, de mindenki rájött. Hát ma már a bajor belügyminiszter nyilatkozó azt, hogy ezzel még nagyon megköszönjük ezt Orbán Viktortól meg a magyaroknak, hogy megállították a magyar határon a migrációt. Úgyhogy mi azért gondoltuk, hát a demokráciában élők úgyis annyit piszkálnak minket azzal, hogy antidemokratikusok vagyunk, meg demokrácia deficitben, nem tudom micsoda, hát forduljunk a választókhoz. Kérdezzük meg őket. Jónak gondolják-e azt a marhaságot, hogy az Európai Unió úgy döntött, hogy ő dönti el, hogy hány százezer embert Magyarországot telepít? Hát erről nem volt szó, amikor csatlakoztunk az Unióhoz. A lisszaboni szerződésben nincsen ilyen. Jobban kérdezzük meg az embereket, hogy mondjanak erre valamit, majd mondanak, ha azt mondják, igen, akkor tudomásul veszünk, hogy a magyarok úgy döntöttek, hogy Magyarországra az Európai Unió bürokratái telepítenek be embereket ezer számra. Ha meg azt mondják, hogy nem, akkor a végsőkig harcolunk a magyarokkal együtt, azért, hogy ezt megakadályozzuk. Hogy a kényszerbetelepítés, honnan jön meg, milyen ötlet? Hát egyszerű, ez egy menekülő pálya annak a politikai elitnek, aki otthon ugye azért piszkálják őket, tehát az félét is ne essék, az európai országokban a választók már régen rájöttek, hogy ez nem jó, és piszkálják őket, és ők azt tudják mondani, hogy nincs semmi baj, mert úgyis szétosztjuk ezt a tömeget. Nem mind itt lesz majd, mondja ezt a német kancellár, hanem majd szétosztjuk Európában. Önként nem megy, tehát akkor erővel. Önként már csak azért sem megy, mi ezt mondtuk is, hozzáteszem, erővel se fog menni. Hozott az Európai Unió egy döntést tavaly novemberben, arról, hogy 135 ezer embert kényszerbe telepít különböző országokba. Ez megszületett ez a döntés. Magyarországon már 1020-on valamennyi. Eddig a 135 ezerből 800-nál kevesebbet tudtak végrehajtani. Hát, de nagyon egyszerűen, ezt megint elmondtuk a vita legelején. Ha egy ember azért jött Európába, kiadva 5000 eurót az embercsempészeknek, gyalogolva 3 hónapot, hogy Németországban éljen, akkor nem fog itt maradni, mint amit Tiszafüreden, ha erővel ide hozzák, és nem tartják itt, mert vissza fog menni Berlinbe. Mert ő azért jött, hogy Berlinbe legyen, nem azért, hogy Tiszafüreden, hát ez egyszer egy. Tehát, hogyha a kényszerbetelepítést nem követik kényszerintézkedések, akkor ez nem lehet eredményes. Hát ezért mondom, hogy 800-nál kevesebb esetben tudnánk ezt végrehajtani, mert egyébként az idiotizmus az persze ilyen európai mértékű, és talán itt lehet az elnök úrra hivatkozni, hogy ha nem is a jólét üríti meg az embereket, de ott van egy fajta etosza a társam együttműködésnek. Ha hozza a postás egy levelet, átvesszük, ha arra kér minket a hatóság, hogy menjünk, de bemegyünk. Na most, miért megkapja egy migráns az értesítést, hogy mennyi be a hatóság, pontosan tudja, mi fog történni, már Franciaországban van. És a probléma az az, hogy az ő közösségeinkben elérhetetlen, mert miután létrejöttek ezek a no-good city-k, hát nem véletlen, hogy a francia és a belga merényleteket elkövetők egyébként Brüsszel belvárosában tanyáztak, és a rendőrségnek esélye sem volt arra, hogy őket fülöncsípje, mert az adott közösség olyan végletekig lezárta őket, hogy nem lehetett hozzájuk férni. Be se tudtak menni. Nem, hogy
ha arra kérdése, hogy itt lakik egy XY, mindenki azt mondja, hogy nem is látták. Ott lakott persze, de hát az egy zárt közösség. Ez olyan, mint hogyha valaki csak kérdezősködéssel akarna utána járni annak, hogy a tyúktóvajok azok ellopták a tyúkot, vagy sem. Már mindenki azt mondja, hogy elhogy mi tyúk, nem is ez a tyúk. Tehát ilyeneket fognak mondani. Tehát napnál világosak. Na most a helyzet az az, hogy ezért a kényszerbetelepítés egy rossz intézkedés, teljesen eredménytelen, végrehajthatatlan, de súlyosan sérti azoknak az nemzeteknek a jogát, akik pedig maguk akarják eldönteni, hogy kit engednek be, meg hogy segítenek ezeken az embereknek. Úgyhogy összességében még úgy döntöttünk, hogy megkérdezzük a magyar választókat, és azt kérjük tőlük nagy-nagy tisztelet és udvariassággal, hogy október 2-án jöjjenek el, szavazzanak nemmel, és mondjuk azt, hogy a kötelező kvótából nem kérünk, és egyúton utasítsuk el Brüsszel migrációs politikáját. Ez ilyen egyszerű. Demokráciában ez ennyire egyszerű. És néhány dologra hadd térjek ki, amire utaltam korábban. Az egyik, ugye a számon kérjük rajtunk azt, hogy milyen keresztények vagyunk mi, nem segítünk a szerencsétlen embereken. Természetesen segítünk. Sőt, természetesen a magyarok segítenek az egyik legnagyobb mértékben. Ugyanis Magyarország akár a gazdaság teljesítményét nézzük, akár a magyarság lélekszámát, messze a tőle elvárhatónál nagyobb mértékben segít azokon az országokon, ahonnan ezek az emberek jönnek. Annak a gondolatnak a jegyében, hogy ne idehozzuk a bajt, hanem odavigyük a segítséget. Mert egyébként, ahogy ezt teli találnak, mint fogalmaztam, hogy a bajor szociáldemokrat, vagy a keresztény szociálista pártból egy politikus, ha itt kapnak ellátást, ide jönnek, ha ott kapnak ellátást, ott maradnak. Ez egyszerű. Magyarország a magyar honvédség méretéhez és erejéhez képest a legnagyobb kontingensekkel vesz részt a béketeremtő műveletekben. Észak-Irakban a 60 ország közül darabra nekünk van kint a második, a hatodik legnagyobb létszámú kontingensünk. És azért ne felejtsük el, itt azért óriás hadseregek vannak mellettünk. Tehát az Egyesült Államok hadereje az másfél millió ember, a miénk, a kettes portástól a tábornokig 25 ezer. Tehát ez vessék össze. Ehhez képest az amerikaiaknál csak 200-an keresek katonánk van kint. A kórházat építünk, iskolát építünk, hidakat, utakat építünk Afganisztánban, Szíriában, Irakban, szociális segít viszünk, ellátást viszünk, képzést viszünk, kiképzést viszünk a rendfenntartó erőknek, katonáknak. Tehát Magyarország messze, arányosan messze többet költ segítségre, mint azok az országok, akik egyébként erről oktatnak minket, hogy segíteni kéne valamit. És hát természetesen Soros Györgynek is azt mondjuk, hogy ne itt költse el civil szervezetekre a pénzt Magyarországon, oda vigye, Szíriába, ott van igazán szüksége. Ott kell segíteni a muszlim kisvállalkozókat, hogy elinduljon az élet. És ha valaki békét akar teremteni, akkor tessék oda tenni magát. Az nem igaz, ugye? Senki nem hiszi el, hogy a világ van egy olyan szövetség, ami 60 országot foglal magába, egyébként a világ haderejének a 80%-át. Az nem tud, ha akarna, nem tudna egy iszlám államot fegyverletételre kényszeríteni. Ez nyilván nem hiszi el senki. Vagy elhiszi azt bárki, hogyha akarat lenne rá, akkor az égei tengeren nem lehetne megállítani a migránsokat. A tengeren. Hát mi itt ezen az Alföldön megállítottuk. 700 km hosszon. Tótkerítéssel, meg 3000 rendőrrel. A görögöknek van Európában a negyedik legnagyobb hadseregük, több százezer fős haditengerészettel. Nekünk van 14 Gripenük, nekünk 300 darab F-16-osok van. Csak a légierőt tekintve. Egyébként ez érthető, mert ugye a török a második legnagyobb NATO hadsereg 500 ezer létszámmal, és utána hagyományos a török-görög ellentét, ezért a görögök is óriás hadsereget tartanak fenn. Hát ez a hadsereg nem tudna elbánni a migráns áradattal. De hogyha valaki nem hiszi ezt el, akkor csak nézzük meg, hogy mi történt. Tavaly, október végén a görög komphajók legénység, a matrózok frájba kezdtek. Az a több tucat komphajó nem állt benne a kikötőben és nem futott ki.
megállt a migráns áradat. Tehát nem hadseregre van szükség. Ha belőle csak azt mondanák a kompajoknak, hogy gyerekek nem futottok ki, megálltak a migránsok. Hát persze, hát az égetemére senki nem tud átúszni, tehát ezt egyszerre. A görögök ezt képest nem azt csinálják, hanem egyébként fuvarozzák Európa felé, különböző, megint különböző politikai okokból a migránsok százezreit. Úgyhogy azt, hogy a migránsokat nem lehetne megállítani, az nem igaz, ez pusztán politikai akarat kérdése. Az európai, és nem lövöldözni kell félét és első. De az egyébként, hogy nem, ez a második jelenleg, az első az, hogy nem vagyunk szolidárisok, azok vagyunk, sőt, messze példát adhatunk másoknak. Csak oda visszük a segítséget, és még valamit kell ezt hozzátenni, vajon a mi keresztény meggyőződésünk, az a parancs, hogy segíts a szerencsétleneken, az azt mondja-e, hogy kizárólag úgy segíthetsz a szerencsétlenen, ahogy azt ő követeli, vagy a saját legjobb belátásod szerint. Hát a mi tanításunk mégis azt mondja, hogy ne haladhatj az éhezőnek, hanem tanítsd meg halászni. A saját gyerekemnek sem úgy segítek, mikor besokoltam a tekleckétől, hogy megoldom helyett a példánkat. Hát az nem segítség, az ártok vele neki. Pedig ő azt kérdi, akkor segíts, már nem tudom, old meg helyettem, mondok a Lilácska, hogy én megoldom a példát, az teljesen kizár. Leülök mellé, nézzük meg, hogy van ez a derékszög, mennyi a belső szögek összege. Meg kell segíteni neki, nem úgy, ahogy ő kéri, haragszik is rám, apa, te sose segítesz nekem. Hát mondom, Lilla, nem tudom megoldani, akkor ezt mondom inkább. De mert helyetted nem fogom megcsinálni. Biztos értik ezt, aki gyereket nevet, az pontosan tudja, hogy ha a gyerek azt követeli, mert az a legnagyobb segítség, hogy adjak neki csokoládét, nem fogom neki csokoládét adni, mert nem csokoládé az étel. Legfeljebb az ebéd végén, ha egyébként. Tehát az teljesen egyszer egy köznapi gondolkodós ember számára, hogy a rászorulókban nem feltétlenül úgy kell segíteni, ahogy ő azt követeli, hanem a legjobb meggyőződésünk szerint. Segíteni kell, de az a jog, az nem vétetett el tőlünk, hogy valamit mérlegeljük abból, hogy segítünk rajta. És mi azt mondjuk, hogy nem. Nem ide kell jönni, hanem ott kell segíteni. A harmadik ellenérv, hogy így lehet megoldani az Európa tágabb földrajzi környezetében meglehetősen nehéz szegény országok helyzetését és a szegénységet. Mert az európai gazdag földrész, az a térség tágabb értelemben, ahonnan pedig ezek az emberek jönnek, az pedig meglehetősen szegény és onnan sem szegénység. Egyébként ez igaz. De kérdezem én, hogy vajon meg lehet-e így oldani a szegénység kérdését? Mert az a térség, ahonnan ezek az emberek jönnek, ott másfél milliárd ember él. Másfél milliárd ember. Adott gazdasági teljesítmény mellett, adott viszonyok mellett. Ha nem változtatunk ezen, akkor mennyit fogadjunk be évente Európa? Tavaly befogadtunk másfél milliót. Legyen 5 évente? Legyen 10? Mennyiben segítünk a szegénység enyhítésén? 20-szal? Legyen 40. Ha 40-et fogadunk be, akkor 5 év alatt 200 millió lesznek, tehát többen lesznek, mint amennyit az európai lakosság fele. De ha évente 40 milliót fogadunk be, ebben a térségben a népesség évente több mint 50 millióval nő. Tehát semmit sem csökken a szegénység ebben a térségben, ha nem ott változtatunk a dolgokon. Egy csomó ember idejön, bennünket biztosan tönkretesz, de ott nem változik, hogy ez egy kicsit fog romlani. Mert a népesség mi adott gazdasági teljesítmény mellett. Tehát ez az egész migrációs politika abból a szempontból megközelítve, hogy így lehet-e megoldani a világ szegénységét, vagy ennek a térségnek a szegénység, biztos kudarc. Azt el lehet érni, hogy Európát is teljesen tönkretegyük, mert 200 millió embert Európa nem tud eltartani, ezt szerintem talán rakják össze. Tiszafüred, mekkora a lélek száma? Mennyi? 11 ezer. Akkor ne a felét. 5 ezer embert el tudnának látni. Lakással, étellel, munkával, iskolával. Hát teljesen világos, hogy ez tartósan meghaladja Európa erejét. Meghaladja Európa erejét. Tehát mégiscsak helyes, amikor mi azt mondjuk, hogy súlyos tévedés, hogy ezeknek az országoknak a szegénységét migrációval lehetne segíteni. Úgy lehet segíteni, hogy oda visszük a segítséget. Technológiát, beruházásokat, infrastruktúrát, oktatást, egészségügyi ellátást. És ott próbálunk megváltoztatni a helyzetükön, mert a migráció itt nem tudunk. És hát végül azt szoktuk a fejünkhöz kapni, hogy ez tulajdonképpen egy fideszes trükk.
most jól boldogítjuk az embereket a kötelező betelepülési kvóta ellen, de aztán persze a Fidesz gyorsan kiírja az időközi választást, ha jól alakul a népszavazás. Hát erre két dolgot szeretnék mondani, ez is egy teljes képtelenség, hogy óvatosan fogalmazza. Egyrészt mindig is hangsúlyoztuk, hogy ez egy nemzeti ügy, pártoktól teljesen független. Akár mi a népszavazás eredménye, október 1-én is Orbán Viktor a miniszterelnök, meg október 3-án is. Teljesen mind, nem tud, ezen a népszavazás előtt nem tud változtatni. Viszont mi azt mondjuk, hogy ha győzünk a népszavazáson, és a nemek lesznek többségben, akkor nem hogy lemondunk, hanem megyünk közös küzdelembe az Európai Unióval. Ha akkor időzítene bárki egy időközi választást, akkor azt tudná elérni, hogy a magyar kormány körülbelül egy fél éve megbénulna. Pont a ütközet, a politikai küzdelem legfontosabb szakaszában megyünk el aludni. Hát ilyet nem szokott csinálni senki, főleg aki kicsit komolyan gondolkozik. A baloldal reakció, akik pedig ezt az érvet hangoztatják, az meg külön teljes képtelenség. Mert az, mit is mondanak? Szavaz Orbán Viktor ellen, maradj otthon. Na már most, ha csak egy picit is összerendezzük a dolgokat és logikusan gondolkodunk. Ugye a magyar kormánynak az az álláspontja, hogy menjünk el és szavazunk nemmel, utasítsuk vissza a kötelező betelepítési kvótát. Ezt vétózta meg az Európai Tanács Orbán Viktor, és ezt mondjuk másfél éve. Kerítést építettünk, most 3000 határvadászt fogunk felvenni, műszaki benevezéseket építettünk, katonaságot bevontunk. Szerintem elég hihető az, hogy valóban az a meggyőződésünk, hogy utasítsuk el a migrációs politikát és a kötelező betelepítési kvótát. Ez nem lehet elvitatni talán. Na már most. Mi történik akkor, hogyha a magyar választók úgy döntenek, hogy igen. Tehát adjuk át a kötelező betelepítésről való döntést Brüsszelnek. Tudja-e magyar kormányfőként Orbán Viktor ezt az álláspontot képviselni Brüsszelben? Ezután a másfél idő után. Nyilvánvaló, hogy nem. Tehát ha a magyar kormány, ha egy picit is valaki logikusan gondolkozik, akkor tapnál világosabb, hogy a magyar kormánynak mennie kell, és valaki olyannak kell jönnie, aki egyébként azt tudja képviselni ilyetlen Brüsszelben, hogy igen, Magyarország lemondott a jogról, várjuk a kedves kötelező kvóta alapján ide telepített néhány ezer vagy százezer, nem tudjuk mennyi migráns, mert ugye felülről nem korlátos ez a halmaz. Tehát, hogyha én a baloldal szempontjából picit is logikusan gondolkodok, akkor nem arra buzdítom a híveimet, hogy maradjanak ott, hanem azt mondom, hogy menjetek el. Szavazatok igennel, ha győz az igen, rögtön megugrik a kormány. Ez történt Angliában. Az angol választásokon a Cameronnak volt egy álláspontja, ne lépjünk ki az Európai Unióból, az angolok úgy döntöttek, hogy de, Cameronnak le kellett mondani. Magyarul ezt a bírálatot hangoztató baloldal sem gondolja komolyan, nem gondolja komolyan azt, amit mond, hogy maradjanak otthon. Mert az egyébként az ő politikai álláspontjával ellentétes. Mert ők meg akarják mutatni a kormányt, a kormány tudja bemutatni, hogy el kell menni, és igen, meg kell szavazni. Ez egyszer. Magyarul az a helyzet, hogy a baloldal igazából azt lehet mondani, megint, és ez főleg a szocialistákra igaz, meg a szocialistákból kivált kis pártokra, megint azzal a dilemmával áll szemben, amivel jó néhány szor már a saját történetében, hogy ő a magyar politikai döntéseket csak és kizárólag a saját párt érdeki alapján nézi. Nem képtelen, mert nem ismert neki az, hogy valamit fajta nemzeti érdekből közelítsen egy kérdéshez. Így viselkedtek a kettős állampolgárságról szóló népszavazás kapcsán is. Nagyon féltek attól, hogy a kettős népszavazás adott esetben, ha pozitív, megerősíti a jobb oldalt, mert a nemzet határokon túlélegyesítése az nem baloldali program, ezért egy hosszú távú vereséget kockáztatva, habozás nélkül egy olyan húszító kampányt folytattak a románok ellen, tehát egy szomszédos nép ellen, amire még nem volt például Magyarország. Mert ők nem azt mondták ilyen puhákat, amit mi mondunk, hogy aki idején annak azt tartsa tisztelni a törvényeket, megjelenül egyszer egy, tehát mindenkinek ezt kell tenni, hanem ők azt mondták, hogy,
hogy szavaz nem mer, mert ide jönnek a románok és elveszik a munkahelyedet, elveszik a nyugdíjadat, a szociális ellátásodat, az egészségellátásodat, és a, megfosztanak az életterettől. Ezt üzenték a kapákkal, a plakátjaikon. Úgyhogy a szocialisták azt a dilemmát megint nem tudták feloldani, hogy itt most tényleg nem a saját pártérdekeket kellene nézni, hanem a nemzet érdekeket, de ez gondolom senkit nem lep meg, mert a történelme számtalanszor ezt már eljátszották. Úgyhogy én összességében azt szeretném kérni, hogy mindezekről, amiről beszéltünk, hogy ne kockáztassuk a meg a jövőnket egy olyan ügyben, ami abszolút nemzeti ügy, fogjunk össze és mondjunk nemet a brüsszeli kvótapolitikára, a kötelező betelepítési kvótára. Ez számunkra egyszer egy, én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy segítsen ebben bennünket. Nem a Fideszt, a Magyarországot. És ami bajt okozott az európai baloldali politika Európában, az valahogy oldja meg, mi segítünk. De nem úgy, hogy ide telepítik a bajt, hanem valami azzal a módszerrel, amit mi javasoltunk együttünk. Ilyen értelemben a mi politikánk elég egyszerűt. És én ezért arra kérek mindenkit, hogy október 2-án jöjjön el, szavazon nemmel, és segítsen abban, hogy védjük meg az országot, és védjük meg az országhoz utána a jövőjét, és egy kicsit védjük meg Európát, ez sem példátlan, de én azt hiszem, hogy ezt feladatunk megtenni, mert ha muszáj Herkulesként is, de a visegrádi négyek együttműködésében és ezekkel a közép-európai sorstársakkal együttműködésben elleni kötelességünk, hogy Európa védelmében ezt megtegyük, hogy Magyarország védelmében ezt megtegyük, hogy a saját gyerekeink jövő érdekében ezt megtegyük. Úgyhogy szeretném, hogyha húznának egy nemet október 2-án, minél többen. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és találkozunk október 2-án. Jöjjön nekem is! Köszönöm.